Drága diákok, sok szeretettel köszöntöm mindnyájukat a Pápai Református Kollégium gimnáziuma, és nyilván önök számára ez új az iskola nevének további folytatása, és művészeti szakgimnáziuma nevében. Ha hiszik, ha nem, de az önök arca számomra ismert. Mindnyájuké, nem csak Sidó Tibor bácsi, aki tanárom volt a Petőfibe, és Éva néni, aki hosszú éveken át igazgató helyettes volt az újrainduló Refiben, ugyanis a vallásoktató teremben őriztük az önök tablóját. Az arcok, fiatalkori arcok, arcai innen ismerősek. Nagy köszönet azért, hogy ezt a tablót az érettségi után a zászlóval együtt megőrizték, elrejtették. Nyilván ebben benne volt az a hit is, az a reménység és bizodalom, hogy majd eljön az az időszak, amikor újra elő lehet venni a kollégium ezen fontos szimbólumait. Pár évvel ezelőtt Éva néni a iskola diáksága előtt elmesélte azt a közös élményüket, ami az érettségi után érte önöket. Az elmúlt héten és a következő hét elején pontosan 100 diák érettségizik, illetve érettségizett itt a gimnáziumban. Mindnyájan lelkesen készülnek a további életpályájukra, főiskolákra, egyetemekre vannak, akik munkába állnak. Tudom, hogy önöknek az érettségihez az a megrendítő élmény is hozzátartozik, hogy a vizsga letétele után, amikor fölmentek a konviktusra, ott tudták meg, hogy az iskolát államosítják. Köszönjük, hogy az évtizedek alatt őrizték a lángot, a parazsat, ami aztán 1991-ben újra lángolóban hatott. Kívánok önöknek, az iskola vezetősége, tanárikara és a diáksága nevében békés, boldog, megelégedett további öreg diák éveket. És egy apróságra szeretném még kérni önöket. Szeptemberben emlékeztünk meg itt a gyülekezet közösségében arról, hogy újraindult a kollégium, és ebből az alkalomból született egy évkönyv. És arra kérnék önöket, hogy ott az ebédnél majd az iskola könyvtára számára a félretett évkönyvet dedikálják. Annak emlékére, hogy együtt voltak a 65 éves érettségi találkozón, és hogy 25 év után újraindult a kollégium. Ma is nem tiszteltünk a gyülekezetünknek az énekkara szolgált, köszönjük az énekkarnak az énekszolgálatot, karvezetést, Arra Csabának, illetve Csaba testvérnek viszont a kántorink szolgálatot is. Ugye most magasztaljuk tovább énekszóval Istenünket, énekelve a 398-as számú dicséretet. A 398-as számú dicséretnek mind az öt versét énekeljük el. Ez a régi énekes könyv 269-es számú éneke. Az első vers így kezdődik, Istenre bízom magamat. És ezt az éneket kórusan
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, olvasom Isten írott igéjét, amit szól hozzánk Pál apostolnak a Filippibeliekhez írt leveléből, a második rész 5-től 11. verséig tartó szakaszból. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként él. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ámen. Imádjuk az Úr, mindenható Urunk, téged dicsérünk és áldunk énekszóval és imádsággal. Hálás szívvel mondunk neked köszönetet, hogy életünk minden napját, minden óráját, percét a kezedben tudhatjuk. Bár is legyen a szívünkben, lelkünkben, tudjuk, hozzád úgy jöhetünk, ahogy vagyunk. Tékozó fiúként magadhoz ölesz minket. A te dicsőséged szépsége Jézus Krisztusban ragyog felénk, de mi elfordulunk, saját terménk vannak el tőled. Adj nekünk bölcsességet, hogy a te fényedben éljünk, és azon az úton járjunk, melyen a fiad is járt. Istenünk, minden világosságnak forrása, ki ígéd által megvilágosítod lelkünket. Tölts ki ránk a bölcsességnek és értelemnek lelkét, hogy mikor a Szentírás által tanítasz minket, szívünk és elménk megnyíljon, és megtanuljuk az élet és a szentség dolgait. Jézus Krisztus által. Kedves testvéreim, Istennek az a szent igé, mely szólott hozzám, és hiszem, hogy most az ő szentek által hozzátok is szólni kíván. Megírva találtam, felolvasott ige szakaszban, Pál apostolnak a Filippibeliekhez írott levelének a második részében, ezenből is az 5-től a 8. versig terjedő szakaszban. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ámen. Január 20-án történt éjszaka az egész országokat megrázó tragédia, a berlini baleset. Mindannyian hallottuk a hírekben, láttuk a sokkoló fényképeket, videó felvételeket, hogy hogyan is kapott lángra, és aztán szinte pillanatok alatt égett ki ez a busz több ember halálát. Amikor ez a tragédia történt, akkor két tanár, aki a diákokat kísérte, fősként is legyünk mi, György, a másik pedig Antal, Közféla. A beszámolók szerint, amikor a baleset megtörtént, akkor Antal, Közféla többször is visszament a lángoló égőbuszba, hogy diákokat mentsen ki a biztos halálba. A ruhája megégett, a haja megpörkölődött, a bőre is megsérült, de ő nem ezt nézte, hanem újra és újra visszament az égőbuszba. El sem tudjuk képzelni, hogy milyen hőség lehetett, hogy lehetett megközelíteni ezt a lángoló. Füstön nem lehetett szinte semmit sem látni, hogy a tanár újra és újra visszament. Négyszer ment vissza,
áldozatot rejtettünk ebben a rosszban. Vállalta a szenvedést, és végül vállalta a halált, a diákon előtt. Az apostoli hitvallásban van egy szó, ami igazából csak egy szó, vagy mondhatom egy szócska, mégis nagyon sokat elmond Jézus Krisztusról. Szenvedett. Jézus Krisztus szenvedett. Szenvedését túl megragadja Pál apostol az imént felolvasott ige szakaszból. Azt mondja Pál, hogy nem tekintette zsákmánynak Jézus, hogy egyenlő Istennel, hanem kiüresítette, megüresítette ő magát, szolgai formát vett fel, hasonlóvá lett az emberhez, megalázta magát, engedelmes lett egészen a keresztfalon. Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Néhány évvel ezelőtt hallhattuk azt, hogy amikor azt mondjuk, hogy hiszen Isten egyszülött fiára, akkor ezzel gyakorlatilag azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus nem más, mint az Istennel egy lénye. Hogy ő egy az Atyával, hogy ő is ugyanúgy részese volt már a világteremtésnek, hogy ő kezdetektől fogva létező és örökké fog létezni. És ő nem azt nézte, hogy ő Isten legyen, nem tekintette zsákmánynak, hogy Pál apostol mondja, nem azt mondta, hogy ez neki jár, ez az ő jussa, az ő jóra, hanem azt mondta, hogy képes erről, képes erre nemet mondani, egy nagyobb cél érdekében. Megüresítette magát. Háttérbe szorította Istenségét és az emberi természetet, az emberi testet öltötte magára. Olyan nem lehet Jézus Krisztus, mint te vagy én. Egyedül a bűn volt az, amely nem volt részese az életének, de teljes olyan nem lehet, mint egy ember. Szolgai formát vett fel, hogy folytatja a fontosra. Azzal, hogy lemondott Isteni hatalmáról, minden azzal, hogy háttérbe szorította Istenségét, ezzel olyan nem vált, mint egy rabszolga. Jézus Krisztus nem úgy jött közénk, mint egy szupernek, mint egy isteni hatalommal bíró alak, aki különféle csodákat azért tesz, hogy ábrázolja ejtse az embereket. Nem olyan nem, mint egy képregény hős, aki különféle szuper képességekkel bír, és aztán ezzel menti az emberiséget, és az emberek pedig álmodoznak azon, hogy milyen csodálatos képesség. Jézus Krisztus rabszolgálává, az egész emberiség szolgájává tette magát. És aztán folytatja az apostol, megalázta magát és engedelmes volt egészen a kereszt halálig. Rabszolgaként teljes engedelmes lett annak a célnak, amelyet a földre jött. Jézus nem azt nézte, hogy neki milyen a haszna, hogy ez neki jó vagy rossz, hanem az emberiségre tekintett és azt mondta, azért jöttem, hogy szenvedjek, hogy meghalljak, értetek a kereszt. Ezt jelentőző halázata és engedelmesség. És aztán a kereszt halál nem más, mint Jézus Krisztus szenvedésének a kiteljesedése, a csúcspontja, amikor az egész világ bűnének a terhét elhordozza. És fontos itt megjegyezni azt, hogy Jézus nem egy olyan ember volt, aki forradalmát akart meg. És sajnos nem értette meg, mint a korat, hát ezért járt, hogy jól jár. Nem egy jó ember volt, aki sajnos rosszkor volt rossz helyen, és aztán ezért történt. Az ő egész élete, az egész küldetése arra volt kihegyezve, ez volt a célja, hogy a kereszten elhordozza a világ bűneit, hogy ezzel az ő áldozatot mentsen meg minket. Luther Bálint nagyon szépen és frappánsan fogalmazza meg, hogy a bölcső és a kereszt az egy fából van. Bölcső és kereszt egy fából van. Jézusnak nem a kereszt halál jelentette csupán a szenvedést, hanem az egész emberi élet. Az, hogy ő Istenként félretette az Istenségét, lemondott róla, háttérbe szorította, felöltötte az emberi természetet, rabszolgájává vált az egész teremtett világra, ez számára ugyanúgy a szenvedés volt, egészen a születés pillanatában kezdve. De ez a szenvedés, amely akkor kezdődött, és aztán a kereszt halálban is utasodott ki, meghozza végül a gyümölcsöt. Isten elfogadta Jézus Krisztusnak a helyettes áldozatát, és aztán feltámasztotta és megdicsőítette szent fiát. Vagy ahogy Pál apostol mondja, felmagasztaltott Isten. Jézus Krisztus győztes lett. Legyőzte a halált és legyőzte a sátán seregét, és győztesként támadta a halált. És aztán visszament az ő mennyei dicsőségébe, ahonnan ő jött. Jézus Krisztusnak az egész életen át tartó szenvedés, amely kiteljesedett a kereszt halálát, ami hitünknek, és életünknek vigasztalása, és az ő feltámadás ugyanúgy hitünknek alapja, és életünknek vigasztalása. Mert Jézus Krisztus elhordozta a bűneinket, és aztán, amikor megnézte a halálát, ezzel Isten megadta azt a kegyelmet, hogy
rátegít, ha megbocsát meg, hogy minket is feltámaszt, hogy megigazít minket, hogy az örök élettel, az üdvösséggel ajándékozzon. Be kell látni azt, hogy most már elég érzéketlen és változó.
hát erre az ember nem képes. Én erre nem lennék képes. Én ezt nem tudnám megtenni Jézusért. De nagyon hiszek benne, de nekem azért ez már nem fél benne. Ez a gondolkodás egy alapvetően hibás és rossz alapállásban indul ki, mert az az alapállás, hogy én mit tudok megtenni Jézusért. Én mit tudok felvállalni, bevállalni Jézus Krisztusért. Mi az, ami nekem benne? De Jézus sehol nem mondta azt, amikor arra jutott, hogy kövesd őt, hogy hát figyelj, én meghaltam, érted, meg szenvedtem, érted, de te nyugodtan bűnítsd el azt, hogy te mit akarsz igazából érted meg. Jézus erről abszolút nem beszél, ő várja a teljes odaszállást, ő várja a teljes követést, a teljes elköteleződést, amiben nincsen egy kifogás. Tehát, hogyha így gondolkodsz, hogy te mit tudsz megtenni Jézusért, akkor nagyon közül van. Mert akkor csak az a fontos, hogy érted, érted Jézus, de te már nem akarsz csinálni. Sokszor hallunk arról, hogy Európában, meg Magyarországon hallunk, hogy a kereszténység, folynak az egyházak, folynak a gyülekezetek, egyre inkább hitetlenné válnak Magyarország is, meg Európa is. Szerdán olvastam egy döbbenetes hírt, nem tudom már melyik valamelyik német katolikus püspökségnek a területén, egyházmegyében, több mint 90%-át bezárták a templomot. Több mint 90%-át. Összefognak gyülekezeteket, hiszen kevés a hívő, kevés a gyülekezet, a kevés a hat, így tudják ezt megoldani. Lehet ilyenkor szörnyűködni, meg lehet okokat keresni, meg lehet felelősséget keresni, meg lehet ilyenkor szintén mindenféle szellemi irányzatot, de hogy őszinte vagyok, akkor azt kell mondjam, hogy ez rajtad is múlik. Ez a te hibád. És persze messze van Németország, de Magyarország is az a folyamatszal, és ez rajtad is múlik. Sajnos elkényelmesen keresztény életet élünk. Az a fontos, hogy mindenem meglegyen, amit csak kell az életet. Én kitalálom, hogy mi kell nekem, és akkor azt megszerzem. És akkor szeretnék élni egy jó, viszonylag kényelmes, biztonságos életet, ami nagy dolgok között nem történnek. Legyen ez egy nyugodt életem, én arra vágyok, hogy ha izgalmak, élményekre vágyok, akkor ezzel tömöm meg az életemnek a minden napjaimat, és így élem az életet. Az a lényeg, hogy neked mi legyen a jó. De ebben már igazából nem fér be a szenvedés, meg az önfeláldozás, meg a lemondás, meg az önmagam háttérbeszorítása, meg a rabszolgaság, amire Jézus pedig meghívott. A megváltáshoz kell, csak nekem ne kelljen semmit sem, tehát ne kelljen nyilvánosan felvállalni a hitemet, ne kelljen áldozatot hoznom Jézusért, ne kelljen senkire se lehetni. Ki akarok mazsolázatni magamnak a kereszténységet, mint azt, ami jó út. De én semmit nem akarok tenni Jézusért. És úgy néz ki az életed, hogy olyan vagy, mint akiről az égő buszról már megmenekült, hiszen Jézus megmentette, de arra a másik buszra, ezen a keresztjének utaznak, arra nem akarsz felszállni. És ez pontosan olyan helyzet, mintha le se szálltál volna az égő buszról. Egyre inkább azt látom, kedves testvérek, hogy bizony ránk férne egy
Csendes perc alatt hozzuk Istennek a személyes imádságot.